hogy te egy olyan országból jöttél, amelyik a mi utunkat járta, és ezért külön érdekel minket az, hogy mi a helyzet Lengyelországban, mi a baloldalnak a helyzete, és Lengyelországban a baloldali emberek mit mondanak a kibontakozás lehetőségeiről. Szervusztok, dzień dobry. Nazywam się Małgorzata Zuzanna Borkowska. Małgorzata Zuzanna, hívnak engem. Bemutatkozott, a Małgorzatának hívják engem. Reprezentuję nową partię, która nazywa się Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Ez új párt egy reprezentánsa vagyok, ez úgy hívják, hogy Társadalmi Igazságosságért Mozgalom Központi Bizottság tagja vagyok. Jesteśmy partią biednych, skromnych ludzi, bo w moim kraju 90% ludzi żyje bardzo skromnie. Mi a szegény embereket képviseljük, mert a mi országunkban nagyon sok szegény család él. Ja sama pracuję na dwóch etatach, czyli muszę mieć dwie prace, ale też nie zawsze mi starcza do pierwszego. I magam jeszcze két munkahelyen dolgozok, hogy tudják fenntartani magam, de úgyis sokszor kevés a jövedelmem. I reprezentuję partię lewicową, która walczy o interesy biednych, skromnych ludzi. Nasze cele to podniesienie płacy minimalnej, wzmocnienie związków zawodowych i równe prawa dla wszystkich. Baloldali pártat dolgozok, aki ezzel dolgozik, hogy biztosítsunk az embereknek jobb jövedelmet. Hogy a minimálbér legalább 500 euró írjon el, havi 500 eurót. Wzmocnienie związków zawodowych. Hogy erősebb legyen a szakszervezet. I równe prawa dla wszystkich. És egyenlő jogok legyenek mindenkinek. I zaraz wytłumaczę dlaczego. És mindjárt megmagyarázom, hogy miért. W moim kraju jest bardzo dużo niesprawiedliwości. Tydzień temu moja koleżanka wyszła z więzienia. Siedziała w nim dlatego, że nie mogła zapłacić kary za przejazd na gapę. Az én országomban nagyon sok igazságtalanság történik. Az én barátnőm nemrégen jött ki börtönből, ahol ezelőtt, mert nem volt képes kifizetni a büntetést, hogy nem vette meg jegyet a közlekedési buszra. Ta koleżanka pracuje jako pomoc kuchenna, zarabia płacę minimalną i musi pomagać biednej chorej matce. Zalań. Ez dolgozik egy konyhába, ahol minimálbért keres, és kell neki segíteni a családjának, hogy tudjanak fenntartani magukat. Problem tej rodziny polega na tym, że muszą wybierać, czy kupią bilet na metro, czy kupią sobie chleb. A problém ebből van, hogy amikor kapnak fizetésre, el kell dönteni, hogy a rezsit fizetik ki, vagy egy gyógyszer veszi, vagy a kenyeret. Ki kell választani, melyik a fontos sorrend. Jej mama, czyli mama tej koleżanki, zajmuje się walką z eksmisjami na bruk. Az ő anyuka, vagyis ennek a barátnőnek anyukája olyan társaságban tartozik, ami harcol az ellen, hogy rakjanak ki az emberek lakásokból a utcára. Zajmuje się tą walką, dlatego że sama była bezdomna. Pochodzi z małej miejscowości, w której nie było pracy. Opieka społeczna dała jej bilet kredytowy do Warszawy, do domu dla bezdomnych. Ezzel harcol ezzel, egy kis faluról, kis városból származik, ahol nem volt sem munka lehetősége, semmilyen megélhetési lehetősége, de kapod egy jegyet, és elutazott Varsóba, és ott próbál segíteni ilyen embereket, ami ugyanán helyzetbe kerültek, amelyikkel ő volt.
Ta pani znalazła pracę, udało się jej wziąć drobną pożyczkę, zajęła pustostan, czyli puste mieszkanie i wyremontowała je. Ez az asszony végre talált egy munkahelyet, és akkor fölvette egy kis kölcsön, beköltözött egy olyan lakásba, ami senkinek nem kellett, mert valami szörnyű állapotban van, rendbe rakta ezt a lakást, hogy lakható legyen. Po tym, jak zainwestowała ciężko zarobione pieniądze, dowiedziała się, że nie może tam mieszkać, bo nie ma umowy najmu i chciano ją wyrzucić na ulicę. Ezután, hogy fölütötte nagyon nehezen megdolgozott pénzből a lakás, hát kiderült, hogy semmilyen jogai nincsenek a lakáshoz, és ki akarták utat megint lakoltatni. Udało nam się zablokować tę eksmisję. Przyszło 150 osób, które zmierzyły się z antyterrorystami. És ilyenkor a mi társaságunk, a 150 fő, elment oda, amikor ki akartak utat kiköltöztetni, aki szembeállt a, ez a TAK, vagy TEK Magyarországon, nem tudom, milyen fekete, TEK-kel szembe. Szembeálltak velük, hogy ne tudjanak utat kilakoltatni. Udało nam się zmusić komornika do odstąpienia od eksmisji, ale ta pani musi zapłacić 10 tysięcy złotych, czyli 2,5 tysiąca euro za tą operację. No, most sikerült meggyőzni a komornikot. Komornik ez, aki kilakoltatja az embereket a magyarul. Végrehajtó. Végrehajtott, igen, hogy ne lakoltassák ki az asszonyt. Na és akkor ott tartanak most, hogy ki kell neki fizetni 10 000 zloty értéket, hogy ott maradhasson, de ezt kb. Átszámolva 2 500 euró. W przyszłym tygodniu jedziemy na wieś ratować rolnika, który musiał kupić traktor na kredyt we frankach szwajcarskich. Jövő héten tervbe van véve, hogy megyünk egy falura, megvédeni egy parasztember, aki ezért, hogy tudjon dolgozni a földjén, vette a svájci frankból magának egy traktort. Po tym, jak wskoczył kurs franka, nie był w stanie spłacić rat, stracił traktor, gospodarstwo i jest bezdomny. No, és amikor megtörtént, ami megtörtént, és a svájci franki kölcsön olyan lett, amit mi már ismerünk ide haza is, nem volt képes fizetni továbbá is a részletet, így módon elveszítette a traktor, a főtulajdonát, és hát a földön futó lett. Tak więc sami Państwo widzą, jak wygląda sytuacja w Polsce i jak wygląda lewica w Polsce. Lewica w Polsce ma to wszystko w nosie. Jako most így lehet látni, hogy néz ki Lengyországban a bal oldal. Ezzel megfestettem, hogy néz ki Lengyországban a bal oldal. Jesteśmy biednym, skromnym krajem biednych, skromnych ludzi i nie nam zajmować się imperializmem i niezwykłymi, ważnymi rzeczami. My musimy się zająć rolnikiem, eksmisjami i biletami. Myśmy jest szegény ország vagyunk, szegény dolgozó nép, és nem ez a dolgunk, hogy ugye mi röptessünk valami gondolakat, hanem vannak nagyon földhez ragadó dolgok, amelyekkel kell foglalkozni. Są instytucje, taka jak Unia Europejska, ONZ, które są przeznaczone do tego i lepiej wykwalifikowane. My chcemy pomóc tym, którzy są w potrzebie. I to jest nasz cel. Szerintünk az Unió, a ONZ. ONZ, ez az olyan szervezet, akinek ez lenne a feladat, hogy megvédjön és foglalkozom a gazdasággal. Nekünk inkább ebben foglalkozom, amiről előbb meséltem. I jest nam wszystko jedno, jakie mają poglądy ludzie, którzy do nas przychodzą. My po prostu chcemy im pomóc. És nekünk teljesen mindegy a adott esetben a családoknak a hova tartozása. Hogy miben hisznek, vagy milyen pártban vannak, vagy mi mind embernek segítünk mindenkinek.